A Murányi ház és a Tarajosi ház már felkerült arra az oldalra, ahol a Kalocsai Települési Értéktár elemeit mutatják be néhány gondolat kíséretében. A Települési Értéktár Facebook oldala még csak egy hónapja működik. A Kalocsai Települési Értéktár bizottság és a Kalocsai Települési Értéktár viszont már évek óta van a városunkban. A Facebook oldalt azért hoztuk létre, mivel napjainkban nagyon elterjedt a közösségi média használata, mondhatjuk, hogy sajnos, de én úgy gondolom, hogy ennek, ennek is vannak olyan oldala, oldalai, amit érdemes kihasználni a jó cél érdekében. Ezért hoztuk létre ezt a Facebook oldalt, ahová felkerülnek a, a karocsai települési értéktár elemei, fotóval és leírással együtt, és ide várunk még visszaemlékezéseket, esetleg fotókat történeteket ezekről az elemekről. Az értéktárban már jelenleg is sok elem szerepel, ez még folyamatosan bővíthető. Tulajdonképpen bárki tehet javaslatot a bizottságnak megfelelő indoklás mellett. Nagyon szeretnénk, hogyha lennének még javaslatok további elemek felvételére. Az iránykalocsa.hu weboldalról letölthető egy adatlap, melyet kitöltve el lehet juttatni a jegyzői hivatalba, és a Kalocsai Települési Értéktár Bizottság elé fog kerülni ez a javaslat. Ezen az oldalon járva bővülhetnek ismereteink a városról, az egykor itt élőkről. Már tervezik a folytatást is. Jelenleg nagyon sok tervünk van, még az ötletelés szintjén tartunk, de tervezünk novellapályázatot, tervezünk rajzpályázatot, fotópályázatot, és különböző olyan játékokat, amikkel a fiatalabb korosztályt fogjuk megmozgatni. A Kalocsai Települési Értéktár Facebook oldalán jelenleg a Viski Károly Múzeum tulajdonában lévő digitalizált fotók vannak fent.